my mistake. Turn out the light. She bought me those jeans, the ones you like. Egy ma már országosan is ismert énekes fiú is eljött az Énekstúdió koncertjére, aki igaz nem lépett fel, de szívesen mesélt a tanulóévekről, arról a műhely munkáról, amit Radóczi Justinával végzett. Én ugye annak idején a Justinnal kezdtem el énekelni, és előtte igazából nem is jártam soha senkihez, és nem volt közöm igazából a színpadhoz se. Simán csak otthon zenélgettem magamnak, gitározgattam, írogattam dalokat, és csináltam sok feldolgozást. És aztán, ahogy így 8-9-es koromban kb. Kialakult az, hogy engem ez jobban érdekel, és akkor végül is kerestünk egy énektanárt, ezt megtaláltuk az ő személyében, és valójában egyébként sokkal többet is megtaláltunk a személyében, mint egy átlagos énektanár. Szóval igazából így a színpadi rutinomat, azt a keveset, ami van, ami egyre több igazából, de nyilván ami volt annó, azt mind tőle kaptam, mert nem csak egy énekstúdió voltunk, ahova jártunk énekelni és fejleszteni a hangunkat, hanem mindenféle rendezvényeken, többek között egyébként ilyen karácsonyi programokon is, mint most, többször felléptünk, a Városháza erkélyén, meg mindenféle különböző helyeken, a hajótól kezdve tényleg mindenféle énekversenyen, szóval egy nagy élmény volt. And you're not here to guide me through it all. Well, let my guard down, but then you pulled the rug, and I was getting kinda used to being someone you love. Mindig, amikor saját magamban elveszítettem a hitet, és amikor nem igazán volt motivációm, sok sulis teendő miatt, meg hát nyilván ahhoz, hogy az ember ilyesmivel foglalkozzon, azt pláne egy értelmiségi családon sokszor nehéz átvinni, hogy az embernek talán több művészi ambíciója van, mint a kelleténél. De nyilván ez most nem ment soha tanulás rovására, de ugye a Justin mindig minden pillanatban, amikor úgy éreztem, hogy ez túl nehéz, meg ez túl sok, akkor mindig tudott motiválni, és a helyén kezelte velem a dolgokat, meg az érzelmeimet, úgyhogy igazából így barátok is lettünk, nem csak tanár és diák viszony van köztünk. Természetesen szóba került az országos zenei tehetségkutató is. Az ott készült felvételekből nem mutathatunk, de szívesen hallgattuk Marcit, hogy élte meg a tévés bemutatkozást. Én nagyon sokáig úgy éreztem, hogy én nem szeretnék tehetségkutatóba menni, meg hogy amúgy így tévézni sem nagyon. Kisebb koromban így nagyon tartottam ettől. És ahogy befejeztem a sulit, meg elkezdtem az egyetemet, meg dolgoztam is. Igazából úgy voltam vele, hogy most ez egy pont egy olyan alkalom, hogy már nem vagyok annyira kötve, és nem az van, hogy az érettségére kell készülni, és hasonlók, hogy most amúgy itt van a lehetőség, ráadásul jubilami adás volt, sok változás volt, új mentor, új műsorvezető, tényleg egy teljesen másik műsort csináltak, és úgy voltam vele, hogy adjunk neki egy próbát, így 5 év gondolkodás után, és végül is elmondhatom, hogy tulajdonképpen minden percét élveztem, bármilyen nehéz is volt, és egy nagyon pozitív csalódás volt különben. Tehát lehet, hogy mondjuk ilyen 16-18 órás munkanapjaim voltak 3 hónapig, de ettől függetlenül tényleg rengeteget tanul az ember, meg nagyon sok olyan embert megismer, akiktől sokat tud tanulni, és nem csak olyanokat, akik a képernyőn vannak, hanem inkább a háttérben olyan zenei producereket, meg embereket, akik tudnak segíteni bármilyen. Úgy mondhatjuk, hogy megismertem sokakat. Nyilván én nagyon az elején vagyok még ennek, és egyetlen ismert dallal a hátam mögött nem mondhatom azt, hogy na már pedig én erről sokat tudok. De nyilván ez egy olyan dolog, hogy valahol el kell kezdeni. Én előtte underground rock'n'roll csináltam egy fogászati cégekkel foglalkozó irodának a raktárába pár haverommal, úgyhogy az mindenképpen nagy lépés volt, és ilyentől igazából csak haladunk előre. Meglátjuk majd. Más, nagyon más most minden. A zenei karrier mellett a tanulásról sem feledkezik meg a 21 éves Marci. Azt mondja, ez szintén fontos része kell, hogy legyen az életének. Én elkezdtem itt tanulni Pécsen közgazdaság, tant, business managementet angolul. Az túlzás, hogy tanultam, mert igazából le van passziválva most, ugye a Budapestre költözés miatt, meg a zene miatt, de semmiképpen sem szeretnék ettől teljesen eltekinteni, tehát hosszú távon mindenképpen szeretnék valamit. Az, hogy ez most mikor fog pontosan megvalósulni, inkább az a kérdés, nem az, hogy tanulni fogok-e, hanem az, hogy mikor fogok, igazából ennyi a kérdés. Nem is feltétlen civilpályának mondanám, csak valaminek, ami talán kézzel fogható, mert ha jön egy ilyen, mint a Covid, és hasonlók,
akkor azért jobb, hogyha az embernek van valami, amihez tud nyúlni. Talán tavasszal nem tudom folytatni, nem indult tavaszi fél év, tudtommal. Uh-huh. Ősztől pedig biztos, hogy valamit folytatok, igen. Meglátjuk, hogy hol, hogyan és mit, még nagyon messze van, de mindenképpen valamit fogok csinálni. Persze a tanulás mellett fontos a zenei pálya építése is. Nagyon sok producer és dalszerző van, akivel nagyon sok az túlzás, de vannak sokan, akikkel tudom, hogy szeretnék együtt dolgozni, és vannak olyanok is, akik velem szeretnének együtt dolgozni. Az X-faktor után, hogyha az ember ír dalokat, és hogyha az ember jól teljesített, meg hogyha látnak benne potenciált, akár a kiadója, akkor nagyon nagy dolgokat lehet csinálni, és nagyon könnyen el tud az ember menni olyan, nagyon könnyen tud az ember dolgozni nagyobb nevekkel, akik látnak potenciált benne. Szóval most nyilván neveket nem mondok, vagy nem mondhatok, vagy nem tudom, hogy mondhatok-e, de igazából a lényeg az, hogy nyílnak lehetőségek. Nyílnak lehetőségek. Dalszerzők, igazából civil emberek inkább. Uh-huh. Nem feltétlenül ismert emberek, vannak ismert emberek is, ismert producerek, de meglátjuk majd. De annyit elmondhatok, hogy januárban biztosan jövünk egy saját dallal. Várni fogjuk, de addig is búcsúzul egy részlet korábbi talából.